She called them all, swinging doobie doo 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 like Betty Boo. He said, tonight, Josephine, try something keen. Soon get off your pantaloons. Sziasztok! Elérkeztünk egy újabb videóhoz, aminek a témája a szerelem lesz. Mi is az a szerelem? Szerintem a Bálint vagy a Valentin naphoz szorosan kapcsolódik a szeretet is, nem csak a szerelem. Mindenki szeret valakit vagy valamit. Valaki szereti a férjét, a feleségét, a párjukat, a barátaikat, a családjukat. De van, aki a kutyákat, a macskákat, vagy éppen az autókat szereti. Szerintem mindenki szeret szeretve lenni, csak sajnos szeretetet nem mindenki tud adni. Rákerestem a Wikipédián, hogy hogyan definiálja a Valentin napot, és most fel is olvasnám, hogy mit találtam. Valentin nap. Eredetileg Bálint nap, Szent Bálinthoz, a szerelmesek védőszentjéhez kapcsolódik. Magyarországon annyira nem volt jelentős kultúra, inkább az angol száz országokban volt elterjedt a szerelmesek ünnepeként. A 20. század végétől lett világszintű ez az őrület. Ezen az ünnepen a szerelmesek megajándékozzák kedvesüket. No, hát pár ajándék ötletet is hoztam, hogy én így nőként mondjuk minek örülnék, amit kapnék, vagy éppen mit ajánlok, hogy mit adjatok ajándékban. Nyilván nem kell megfogadni, ez a saját véleményem, de ezért én elmondom. Szerintem nagyon-nagyon jó dolog mondjuk könyvet adni. Hoztam is egy-kettőt, vagyis hát pontosan kettőt, ezek az ilyen kis pocket zsebkönyvek, nem tudom, hogy mennyire ismeritek őket. Én nagyon szeretem ezeket olvasgatni. És ez szerintem remek ajándék egy olyan embernek, aki mondjuk tényleg szeret olvasni, és van ideje, és tud is. Hogyha ismered a lány ízlését, és mondjuk tudod, hogy milyen ékszereket szeret hordani, vagy melyikek tetszenek neki, akkor szerintem egy aranyos kis fülbevaló, egy nyaklánc, vagy egy sima gyűrű is nagyon-nagyon jó ajándék. Virágot én is szeretek kapni, de nem szabad túlzásba esni. Persze azt sem tudom, hogy épp a lány, akinek adnád, mennyire szereti a nagy, gicses ajándékokat. Hogyha szereti, akkor persze, nyugodtan, nyilván, nagyon fog neki örülni, de szerintem a legtöbben úgy vagyunk fel, hogy egy szál rózsa sokkal többet ér annál, és mondjuk írsz neki egy rövid kis köszönöm üzenetet, hogy mennyire szereted, meg ilyenek. Meg ugye, hogyha tényleg törődsz vele, mondjuk csinálsz neki egy vacsorát, kitakarítasz, nem tudom, hogy együtt éltek, nyilván kitakarítasz, és szépen berendezed a kis nappalit, ugye kis gyertyák, kis virágszirmok, lehetem ez is nagyon hangulatos. És ha már beszéltünk a nőkről, térjünk át egy kicsit a férfiakra. Hogy mit tudunk adni a férfiaknak? Nyilván, hogyha ismered, és tudod, hogy miket szeret csinálni, hova szokott járni, mik a hobbijai, szereti a focit, szeret edzeni, el szokott járni horgászni, akkor valami ezzel kapcsolatosan, valami kis apróságot is biztosan, hogy nagyon-nagyon fog neki örülni. Vagy akár süthetsz neki, mert szerintem a férfiak azt is szeretik, hogyha sütsz neki valami kis cukit, valami kis finomat, és hát igen, nem véletlenül szokták azt mondani, hogy a férfiak a hasuknál fogva vezethetők. Találtam egy-két babonát, vagy éppen hiedelmet az interneten, amit szintén szeretnék veletek megosztani. Az ókori Rómában a papok szíjakkal ostorozták a fiatalokat, főleg a nőket, hogy a rituális verés tisztulást és termékenységet hozzon. Elég is a brutális ókori Rómából, térjünk át Magyarországra. Magyarországon is számos babon és hiedelem néphagyomány kapcsolódik Bálint naphoz. Bálint nap reggelén egy szerelmes csók szerencsét hoz. Remélem adtatok vagy kaptatok ma reggel csókot. És a hiedelem szerint, ha a lányok Bálint nap előtti, vagyis tegnap évfélkor, 13-án évfélkor a temetőbe mennek, megláthatják leendő férjüket. Na hát, ennyi babona, szerintem elég is volt. A lényeg a lényeg. Szeretni és szeretve lenni a legjobb érzés a világon. További szép napot kívánok nektek, legyetek szerelmesek, boldogok, sziasztok!
She called them all, swinging dooby-doo-doo-doo-doo like Betty Boo. He said, tonight, Josephine, try something keen. Soon get off your pantaloons.